lehettem olyan 6-7-es, kimentem az utcára egy langyos nyári eső után, tanálkoztam ott egy régi jó komámmal, aki akkor már egy fél literre huncutabb volt, mint én. A Nyíregyházi Arany János Gimnázium általános iskola és kollégium, valamint tagintézményei 2013 óta akkreditált tehetségpontként is működnek. Ez azt jelenti, hogy különösen odafigyelnek az intézmények tehetséges tanulóira. Ennek kapcsán negyedik alkalommal rendezték meg a tehetségnapot, amelynek keretében a diákok számot adhattak tudásukról. Örömmel mondhatom, hogy nagyon sok tehetséges gyerek van az intézményünkben, kulturális, tudományos, sport, művészeti téren bontakoztatják ki a tehetségüket a gyerekek, és nagy öröm számomra, hogy minden téren ott vagyunk és képviseljük az iskolánkat, a városunkat, a megyénket, akár az országunkat is. A Skanzenben tartott rendezvényen jelen volt Jászai Menyhért alpolgármester is, aki hangsúlyozta, az önkormányzat különös gondot fordít a tehetségek támogatására. Nagyon sok programunk van, támogatjuk az úszásoktatást, a különböző sportrendezvényeket, akkor az iskoláknak a csere programjait, a speciális akcióit, versenyeit, tehát mindig célhoz kötötten kulturális rendezvényeket támogatunk, tehát nagyon sokszínűen tudjuk támogatni a tehetségek kibontakozását, fejlődését, és erről szól ez a mai nap is, és ezért vagyunk itt a Múzeumfaluban. A tehetségnapon fellépő diákok több kategóriában mutathatták meg sokoldalúságukat. A színpadon vers, próza, tánc, ének, jazzbalett, aerobik és hangszeres produkciók váltották egymást. A Három Határ című zenére fogunk felépni, páros táncot fiúk, lányokkal, és hát pár hetet vett igénybe ez az egész, de mivel alapból egy összeszokott társaság vagyunk, így könnyebb volt együtt dolgozni, és mindannyian nagyon élveztük, mert tudtunk közben nevetni, és hát reméljük, hogy többieknek is tetszeni fog, amit mi most előadunk. Az eseményt évről évre nagy érdeklődés kíséri, idén is több száz tanuló mutatkozhatott be.